Ebben a Dózsa György úton található szaküzletben többféle elektromos rollert vásárolhatunk. Ez a jármű egyre népszerűbb, használja kicsi és nagy veszik hobbiból vagy éppen munkába járáshoz. A problémát az okozza, hogy sok esetben nem rendeltetésszerűen használják. A fiatalok nem egyszer, ketten, sőt hárman is állnak rajta mások pedig nincsenek tisztában azzal, hogy egy nagy teljesítményű roller felborulásával nem csak magunkban okozhatunk kárt, hanem mások tulajdonában is. Bancsi József biztosítási alkusz hozzáfűzte, az elektromos rollerek szabályozása már évek óta napi renden volt az Európai Unión belül, hiszen a rollerek elterjedésével együtt egyre gyakoribbá vált a jármű által okozott balesetek száma. Hangsúlyozni kell, hogy azokra az elektromos rollerekre kell biztosítást kötni, amelynek tervezési sebessége meghaladja a 25 km per órát, vagy saját tömegen nagyobb, mint 25 kg, és legalább 14 km per óra sebességre képes. Akkor sem ússzuk meg a kötelezőt, ha kiskorúnak veszünk rollert, hiszen akkor a szülőnek kell fizetni a biztosítást. Ugye blokkot adnak a boltban, a járműkereskedésben, de kérni kellene egy bizonylatot is, vagy van a rollerhez, vagy nincs, de kérni kellene, hogy milyen a súlya a járműnek, és milyen tervezési sebességre van beállítva, beplafonírozva a sebesség határa. És mivel ugye gyerek a szerződő, itt ugye nincsen tulajdonos úgymond nyilvántartva, tehát édesapa vállalja ennek a biztosításnak a díját, és nyugodtan fizetheti. Ugyanez a szabályozás vonatkozik ki minden egyéb elektromos rásegítéssel működő eszközre, például az elektromos egykerekű járművekre. Nem kell biztosítást kötni azonban az elektromos rásegítéssel működő kerékpárokra, a kizárólag mozgáskorlátozott személyek általi használatra szánt kerekesszékes járművekre, valamint a mozgáskorlátozott személy által vezetett emoped járművekre. Az elektromos roller szabályozás értelmében a biztosítóknak június 8-áig kellett meghirdetniük a kötelező biztosításra vonatkozó tarifákat. A változás pedig július 16-án lépett érvénybe. Ettől a dátumtól kell kötelező biztosítással rendelkeznie, ha forgalomba szeretné helyezni az elektromos rollerét. A szabályozás értelmében a saját felelősségünk a roller paramétereit ellenőrizni, és ez alapján biztosítást kötni, ha szükséges a legolcsóbb rollerbiztosítás 10.000 forint alatti összeget jelent, a legdrágábbakért azonban több mint 100 forintot is lehet fizetni. A rollerekre vonatkozó kötelező biztosítás díját csak úgy, mint más járműveknél, például az autóknál több tényező befolyásolhatja.